Az idei találkozón az Adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület legkisebbjei is felléptek. A településen az elmúlt időszakban a fiatalabb korosztály is bekapcsolódott a helyi művelődési egyesület életébe. Már pár éves csináljuk, ugye, és most már megszokott ez az egész menetrend. Merre szoktatok föllépni? Voltunk Magyarországon is az idén, de legtöbbször itt a környékben, Vajdaságban. Több verszakos kis énekekkel. Hogyan készültök föl egy-egy ilyen föllépésre? Hát sokat próbáltunk, meg így a sok próbálás után így megpróbáltuk itt is, és akkor így sikerült. A találkozón első alkalommal Adorján magyarországi új testvértelepülése, Csanyteleg népzenekedvelői is felléptek. A mai műsorunk egy csanyteleki csokor, kimondottan a település dalait hoztuk el, mivel most járunk itt először, és szeretnénk ezzel bemutatkozni. A népzenei találkozón minden csoport egy-egy népdalcsoport mutatott be. Most van egy új kis csapatunk, eddig voltak a dalos pacsirtáink, a felsős lányok, és most vannak egész 4-5 évestől 7-8 évesig, ők a kis pacsirtáink, nagyon aranyosak, nagyon lelkesek, hát reméljük, hogy lesz belőlük utód, aki követ majd bennünket. A találkozón 12 egyesület mutatkozott be.